A zöld-fehérek még több hónapig nem számíthatnak Kovacsics Anikóra. A válogatott irányítója ugyanis az olimpián megsérült újra, azonban most műteni is kellett a vállát. Most őt kapcsoljuk telefonon. Szia, Anikó, hallasz-e? Szia, üdvözlök mindenkit, igen, hallak. Ha jók az információim, akkor megműtötték már a válladat. Hogy vagy, hogy érzed most magad? Így van, most volt egy hete, hogy megműtötték a vállamat. Rendben vagyok, a műtét jól sikerült, elkezdtem vele a rehabilitációt, hát aminek az első 4 hete az, hogy rögzítve, felkötve van a karom, úgyhogy utána kezdődik az érdemi része, de hát ezt is ki kell várni. Az FTC közleményében az szerepelt, hogy minimálisan 6 hónapos kihagyás vár majd rád. Mennyire reális ez a becslés, ez a jóslás? Valószínűleg tényleg alsó hangon ez lesz a minimum, de nyilván majd látjuk közben, hogy halad a rehabilitáció, és milyen állapotban leszek. Örülnék neki, ha előbb lenne a visszatérés, de nyilván ezt nem szabad elkapkodni, úgyhogy szerintem ez a 6 hónap, ez tényleg a minimum. Az olimpia után szerintem nem nagyon nyilatkoztál, legalábbis én nem nagyon futottam bele olyan cikkbe vagy interjúba, amikor elmondtad, hogy mi is történt igazán. Ugyebár márciusban megsérültél, aztán felépültél, ott lehettél Tokióban, ám az első mérkőzés utáni edzésen ismét rásérültél a válladra. Hogyan élted meg azt, hogy ilyen hamar véget ért számodra az ötkarikás játékok? Hát nyilván nem jól. Főleg úgy, hogy tényleg addigra már teljesen jónak éreztem a vállam, már a távolabbi lövésekre is úgy éreztem, hogy 100%-osan képes vagyok. Tényleg semmi félsz nem volt bennem, de egy olyan ütés, ami a március végi sérülésnél is történt, pont ugyanolyan szögbe körülbelül, az ugyanazt az eredményt hozta, hogy nem tartott úgy a vállam. Erre az egyre úgy néz ki, nem volt jó. Hát mindent megtettem érte, tényleg úgy is mentem, hogy rendben vagyok, de sajnos benne volt ez a rizikó. Nagyon megviselt lelkileg, hogy tényleg ennyire hamar vissza kellett térned, és nem tudtál a csapat segítségére lenni és játszani? Hát nem esett jól lelkileg nyilván, de próbáltam úgy felfogni, hogy tényleg ennyi tudtam tenni érte, többet nem tudtam volna dolgozni, mint amennyit ebben a 3 hónapban, és valamiért ennek így kellett lennie. Hazautazás után nézted a mérkőzéseket a televízióban? Persze, egyértelmű. Én voltam a legnagyobb szurkoló itt a tévé előtt. Kiabáltam, szurkoltam, felkeltem, ha korábban volt a meccs, ha később, mindent néztem, és nagyon örülök, hogy a lányok így fejezték be, ez az utolsó pár meccs nagyon jól sikerült. Igen, és nagyon sokan elmondták, hogy ha az első 3 meccs nem lett volna, akkor talán ebből egy szebb eredmény is lehetett volna. Szerinted egyébként a 7. helynél is tudott volna feljebb, előrébb végezni a válogatott? Biztosan lehetett volna, és ez a 7. hely is egy olimpián szerintem egy olyan eredmény, hogy mindenki büszke lehet rá. Nyilván volt ott az a brazil és az orosz meccs, olyan volt, hogy nem volt szép, és is lehetett volna jobb, meg a franciáktól is, akik aztán a végén olimpiai bajnokok lettek, egyel kaptunk ki. Igen, ott egy kicsi kellett volna. Hát erről kár már így beszélgetni, vagy mi lett volna, ha én nagyon örülök, hogy a csapat így össze tudta szedni magát, és ez viszont egy nagyon nagy erőre val. Térjünk át most a Ferencvárosra. Ugye távozott a csapatból Háfra Noémi, Sacöl Nadin, érkezett viszont Zácsik Szandra, Itana Grübics és Hásfalvi Júlia. Milyennek érzed a keretet? Ahogy láttam, egyébként ott voltál az edzéseken, a felkészülési mérkőzéseken, illetve a tegnapi mérkőzésen. Hogy látod kívülről, amikor láttad a csapatjátékát? Milyen lesz az idei Ferencváros? Én nagyon bízom a csajokban és a csapatban. Nagyon jó dolgokat láttam. A felkészülési meccsek alatt is, a pályán kívül is, az öltözőben, a hangulatot a csapatban. Nagyon örülök neki, hogy ezt látom. Rengeteget dolgoztak a csajok, és egyénileg is szerintem nagyon jó játékosokból áll a csapat, és csapatként is egyre jobban érik össze. Ugye azért Itana Grübics elég későn csatlakozott a felkészüléshez, ennek ellenére
nagyon jó teljesítményt nyújt végig, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert nincs könnyű dolga, és mindenki teszi a dolgát a csapatért. Ha valakinek, például Emily Burke-nek is irányítót kell játszani, mert ugye Zizivel ketten sérültek vagyunk, ugyanúgy megoldja, sőt, nagyon jól megoldja, úgyhogy tényleg mindenki, ahol kell, megállja a helyét, és én nagyon jó Fradira számítok idén. Ugye tavasszal, 6 év után letaszítottátok a bajnoki trónról a Győrt. Most hogy látod az esélyeket? Mennyi esélyt látsz a címvédésre? Egyértelműen úgy állunk hozzá, hogy szeretnénk megvédeni a címet. Nyilván ez egy nagyon nagy cél, mert a Győr nagyon erős, sőt, hát ugyanolyan erős, mint az utóbbi években. Ez a tavaszi Ferencvárosi pályán játszott meccs, ez fantasztikusan sikerült, tényleg szinte ez álomszerűen, ami végül is a bajnoki címet jelentette. Ha elhisszük, és tényleg minden meccsen, akár egy olyan meccsen, ahol egyértelmű esélyesek vagyunk, akkor is úgy lépünk pályára, hogy a cél lebeg a szemünk előtt, akkor szerintem bármi megtörténhet. Nagyon kemény szezon lesz, kezdődnek a meccsek, ugye tegnap a bajnoki, aztán a szombaton már idegenbe BL, és ez így lesz most körülbelül november közepéig, november végéig, úgyhogy nagyon kemény menetelés lesz, de szerintem felkészültünk rá. Pont a Bajnokok Ligájáról is akartalak még így kérdezni, hogy utazol esetleg Dortmundba a csapattal a hétvégi BL rajtra? Nem, szerintem alapból nem nagyon fogok így külföldre utazgatni a csapattal, így meg, hogy egy hetes felkötött karral vagyok, így meg én most biztosan nem, de mindenképp itt fogok ülni akkor is a tévé előtt, és én leszek az első számú szurkoló, a hazai meccseken meg persze mindig kint leszek. Az EHF ismét felállította az erősorrendet az idei szezonra a Bajnokok Ligájában, amelyben a Győr az első, az FTC pedig az ötödik, ugye nagy cél nektek a Final Four már évek óta. Hogy érzed az esélyeket? Sikerülhet átlépni azt az utolsó lépcsőfokot, amit eddig nem tudtatok megugrani? Hát nagyon bízom benne. Tényleg ez is egy nagyon nagy célunk, hogy végre ott legyünk a Final Four-ban, és évről évre azért ott van a csapat, közel van hozzá, és szerintem a rutint is egyre jobban megszerezzük. Úgyhogy nagyon remélem, hogy erre van lehetőség, de nyilván ez a célunk, ha nem ez lenne, akkor inkább ne is álljunk neki a szezonnak. Úgyhogy mindenképpen nagyon érülnék neki, hogyha egyszer végre két magyar csapat lehetne a Final Four-ban. Hát legyen így, Anikó, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy gyors felépülést kívánunk neked. Nagyon szépen köszönöm én is.